Több mint egy év járvány időszak után, 2021 nyarán lassan újraindult az élet, ez pedig lehetőséget adott megmutatni a Magyarországon működő 60 ezer civil szervezet sokszínűségét. Ezért 2021 tavaszán a miniszterelnökség a civil szervezetekkel együttműködve meghirdetett egy fotópályázatot, amely a civil élet szépségeire, olykor nehézségeire hívja fel a figyelmet. 20 olyan képet választottunk ki a közel 100 beérkezett pályamunkából, melyek pont ezt szimbolizálják, hogy a hagyományőrzéstől kezdve a sérült fiatalok támogatásán át a társadalmi aktivitás fokozásáig mind-mind olyan fontos szegletét fogják meg, amelyek révén azt gondolom, hogy még inkább és még jobban tudunk előre haladni, és tudjuk építeni az országot. Ezek mellett a másik fontos dolog az az volt, hogy ugye láttuk azt, hogy ha van terület, amin van még mit dolgozni, akkor az mindenképpen az, hogy még több fiatalt vonjunk be a civil szervezeteknek a működésébe. Erre volt kiváló eszköz az Együtt újra címet kapott fotópályázat. Azért hoztuk el ezt a kiállítást ide, mert számunkra fontos, hogy a közösségek újraindultak. Az ifjúsági közösségek, fesztiválok, volt egy év, amikor nem lehetett ilyet szervezni. Hála az oltásnak, hála az egész ország összefogásának, hála mindannak, ami a közösségeket jellemezte. Láthattuk egyrészt az emberek segítségnyújtását, a segítségnyújtás időszaka van, az adománygyűjtés, az önkéntesek mozgását. Egy kisvárosban, egy kisfaluban, az online oktatásban mindenki helyt állt, ez volt az egyik része. A másik része az oltásnak hála tavalyi év második felétől megindulhattak a rendezvények, tavaly nyártól. Ha azt mondta volna valaki nekünk járvány előtt, hogy együtt újra, ez a két szó teljesen más jelentett. Akkor is más jelent most. Hiszen én is kérdeztem a gyerekeimtől, hogy mi volt a legnehezebb a járványba, a pandémiába, és pont azt mondták, hogy azok a kapcsolatok, hogy nem találkoztak. Kisvárdán március 1-ig lehet megtekinteni a fotókat, majd tovább utazik a kiállítás Miskolcra, utolsó állomása pedig Salgótarján lesz.